A Több mint szobor című kiadvánnyal emlékezik és emlékeztet az Aradi Szabadságszobor Egyesület arra, hogy 130 évvel ezelőtt állították fel Aradon Zala György monumentális alkotását, a Szabadságszobrot. A kötetet ajándékba kapták az Arad megyei magyar diákok karácsonyra. Gondozzák, őrizzék, ezekkel a szavakkal adta át alkotását Zala György szobrászművész Salac Gyula polgármesternek 1890. október 6-án, amikor 25 ezres tömeg jelenlétében felavatták a 13 vértanú emlékművét Aradon. Erre az évfordulóra emlékezik az Aradi Szabadságszobor most megjelent kötete, amely ismerteti a hányatott sorsú szobor felállításának előzményeit is. A város magyarsága mindig tett és sokat tett azért, hogy a szobor álljon. Sohasem volt egy sima, egyenes pálya ez a történet. Ugye 49-től 1890-ig eltelik egy hosszú időszak, 41 év, és ugye ez alatt különböző próbálkozások vannak. Mint ahogy a Trianon után lebontott szobor visszaállítása sem ment gördülékenyen. Éppen ezért külön fejezet foglalkozik az emlékmű köztéri újraállításával. A lényeg itt az volt, hogy kisdiákok azért értsék meg egyrészt, hogy ha valamit nagyon akarsz, azt el tudod érni, tehát mindig legyen egy célod az életbe, és a célért azért érdemes tenni is. A fényképekben gazdag kötet a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával 600 példányban jelent meg, és az Arad megyei magyar tannyelvű iskolák 5-8 osztályos diákjai ajándékba kapják karácsonyra.